egyre nehezebb körülmények között is megpróbálja maximumot nyújtani, és ezt a hatalmas eredmény, amit ugye Batthyáninak hívnak, így nagybetűvel, hogy Batthyáni, tehát azt együtt értünk el. Úgy emlékszem, hogy valami olyasmit mondtam a tanévnyitó beszédben, hogy ugye Batthyáni egy erős vár, amelynek építőkövei a diákok, mi tanárok vagyunk a habarcs, de egy valamit kifelejtettem, hogy van valaki, aki tartja a falat, és ezek a szülők. Helyes. Hozzám járnak javulni, és látom, hogy ők is itt vannak.